Látom, hogy élvezik a tél örömeit itt Dobogókön. Szép jó napot, igen, hogyne. Eljöttünk egy kicsit a családdal, illetve csak a háromnegyed családdal. Honnan érkeztek? Ahol érkeztek, ott van hó? Nincs, természetesen nincsen. De mostanában elég szolidak a telek, úgyhogy kénytelenek vagyunk, illetve néhány alkalommal télen. Ilyen alkalomszerűen kiugrunk, és akkor így sikerül minden. Mit gondol, lehet téli karácsonyunk, havas karácsonyunk? Szerintem kimarad. Legalábbis síkvidéken egészen biztos. A hegyiek lehet, hogy jól járnak. Mit csináltak itt Dobogók? Mióta vannak itt, és meddig maradnak? Hát ez teljesen egy egyedi alkalom. Igazából mi a Mátrába szoktunk menni, mert az talán kicsit közelebb van hozzánk. Úgyhogy csak jöttünk, és megyünk. Látom, hogy próbálják élvezni még a tél örömeit, ameddig tart. Honnan érkeztek, és mit fognak itt csinálni? Esztergomból érkeztünk, próbálom a gyermekemnek megmutatni a tél örömeit, mert felénk már nincsen hó, és utána bemegyünk a Zsindelyesbe enni egy jót. Láttál te már havat életedben? Megkérdezhetem? Igen? Igen. És szeretsz szánkózni, azt elárulod? Igen. Mit szeretsz legjobban a télben? Az, hogy lehet hógolyózni. És hógolyóztál már idén? Igen. Hóembert is építettél, vagy annyi hó még nem volt? Építettem. És milyen gyorsan tudsz lecsúszni itt a szánkóval ezen a pályán? Nagyon gyorsan. Apával. Látom, hogy lecsúsztak itt ez a hosszú lejtőn. Hát inkább a gyerek próbálkozott vele, úgyhogy ő az, aki csúszkált, próbálkozik most. Ugye Magyarországon nagyon ritka mostanában a hó, most itt Dobogókön mégis lehet élvezni a tél örömeit. Kívül jöttek, honnan érkeztek? Budapestre jöttünk. Mi is arra gondoltunk, hogy nézzünk egy kis havat a gyerekkel. Most már 10 éves, de alig látott havat. Mi Budapestről érkeztünk, Újpestről, és gyakorlatilag szerettük volna neki megmutatni, hogy milyen az, hogy hó, hogy lehet szánkózni, esetleg egy picit hógolyózni, és hogy milyen a havasfa és táj. Mennyire élvezted ezt a csúszást? Jó. Fölgyorsultál rendesen? Igen. Nagyon aranyos.